A szélsőséges időjárás soha nem jelent jót a mezőgazdaságban, erre pedig bőven volt példa 2020-ban szatmár megyében. A tavaly tavaszi asszájt májustól több hétig tartó esőzés és olykor viharos időszak követte, ez pedig megszenvedték a gabonafélék is. Pásztor András Tímáron közel öt évtizede foglalkozik mezőgazdasági termeléssel, több mint 700 hektáron termel búzát. Azt mondta, a szeszélyes időjárás a betakarítást is ki is látette. Ilyen hosszú ideig, több mint egy hónapig tartott az aratás, és a legvégén már láncos, hevederes kombájnal tudtuk a végét betakarítani. Így az átlagtermés is a becsült rekord, mert végig rekordot mutatott nálunk, mert részben öntözni is tudtunk, hogy a viharkárok és a eső miatt gyakorlatilag egy közepes termést tudtunk. Az őszi búzát tímáron időben elvetették. Egyes szántóföldeken azonban régen nem tapasztalt problémával kellett szembenézni. Most az elmúlt nyolc évben nem volt komolyabb árvíz, viszont most az elmúlt héten vagy hetekben 7.64-ig jött föl a víz Tokajnál, és ez azt jelenti, hogy a teljes területet elborította. Azóta az áradás már megszűnt, és valamelyest a belvíz is csökkent, de a következő napokban még mindenképpen csapadékmentes és napsütéses időjárásra van szükség a szivárgáshoz. Ott vannak problémák, ahol mélyfekvésű vagy agyagos jellegű területek vannak ott, viszont nagyon sok a belvíz. Viszont egy jó tavasz, egy szeles indulás, én úgy gondolom, hogy rövid idő alatt a területek, mivel gyakorlatilag leszivárogtak a Leesett csapadékok, én úgy gondolom, indulásra ez jó jel. Az elmúlt évi visszaesést a Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják. Amíg 2019-ben 5,4 millió tonna búzát termesztettek, tavaly csak 5 millió tonnát. Nagyobb probléma, hogy közel 80 ezer hektára csökkent a növény termőterületének nagysága, ez a tendencia pedig az előrejelzések szerint idén is folytatódhat. Többek között ezért is van az, hogy folyamatosan emelkedik a liszt felvásárlási ára, ennek nyomán pedig a kenyeret is egyre drágában árusítják.